Sziasztok! Most akkor folytatom a volt szocialista országok modelljeit. Ugye előtt az NDK volt, most legyen Lengyelország. Üdvözlöm a lengyel barátomat! Hello Radek! Old Police Model Show. Ez az angol gyenge tudásom. Na, Magyarországra 1967-ben, 50 évvel ezelőtt pontosan jutottak el a kis lengyel modellek. 1967-ben. Az első, az a kis PZL Karas volt. Hát azóta is megmaradt. Vestetlenül megőriztem. A boldog időknek. Akkor még nem igen foglalkoztunk festéssel. Volt ez a kis lengyel vadászgép, ez a Iskra, a lengyel gyakorlógép. Hát túl sok alkatrészből nem állt. Ilyen zacskóban voltak ezek is, mind a Airfixek, a korai Airfixek. Magyar szerelési utasítás volt hozzá. Milyen cég csinálta hát ezt? Ott van egy embléma, Copextin Barszava. Aztán volt a MiG-15-ös. Hát ez inkább LIM-1-es, a licenciába jártott MiG, tehát végig is tök mindegy. Akkor ezt még nem tudtuk. Akkor volt a... egy helikopter. Az Airfix-től vett át. Van ráírva, hogy 12 forint, értékelve 7,20-ra. Ezeket az úgynevezett ezermester és úttörőboltokban lehetett akkor kapni. De lehetett látni játékboltba is. Aztán volt ilyen, hogy... ja, mutatom a izét. Itt van egy MiG-15-ös zacskóba. Ez 10 forintról leértékelve 6 forintra. És akkor volt egy... ez a rakéta, ez a Bloodhound rakéta az Airfixé. Hogy melyik az, meg tudom emlékezőképpen. Ez nem a lengyel, ez meg az eredeti Airfix. Így nézett ki. És ez volt ez a kis Land Rover vontató. És aztán a kis PZL 11-es, az nem magyarban van meg, hanem csehbe. Cseknél is lehetett kapni. Aztán más nem igen volt, még valami vizét vett az Airfix-től egy a SR-53-as a Sány Delta szárnyú gépet. Meg valami teherautót, nem, valami személyautót, meg valami darut. Azt is nem vettem, az nem kell. Aztán később, 80-as évek közepén, 85-86 körül új kis lengyel modellek jöttek. Ez a Jak-1-es, Jak-1M. Na most ez így nem jó, mert ez Jak-1B. A Jak-1M az egy prototípus volt.
aztán Il-2-es M3. Hát ez sem M3, csak Il-2M. Ez azért furcsa, mert a Lengyel Múzeumban Il-2M3 van. Varsóba és Krakkóba is. Hát több színbe volt. Ez most egy fehér. Ez már elég pontos volt viszonylag az Airfixhez képest. Ebből is maradt. Persze azóta már hányszor át lett festve. Ebből is lehetett csinálni egy vagy két személyest. Ez a két személyes. Látszik így a szárny, ez Il-2M. A két bombát, mert nem adott hozzá az a Kápi Ircesnek a bombája. Aztán a lengyel bombázó a Los. Egy doboz ebből is egy és két vezérsíkú volt. Itt a bozóban a két vezérsíkú van. Hát vagy ezt, vagy azt lehetett megépíteni. És hát, ja. A Jak 1-esből már csak egy maradt meg. Ez a kis sítalpas. Ez azt nem adott hozzá, ezt én csináltam diorámába. És egy dobozban volt a magas gerincűjak, meg a buborék kabinos. Hát, nagyjából ennyi a lengyel, de most ezeket a Il-2-eseket, Jakukat újra kiadták, ugyanúgy tévesen. Ugyanúgy rául Il-2M3, meg Jak-1M. Tehát most is lehet kapni. Van még egy valami itt. Most is ez a furcsa, hogy akkor is ez volt. Il-2-es másik doboz egy kicsit nagyobb. De más, most is lehet kapni kétfajta Il-2-es. Egyik a nagyobb az doboz, a másik a kisebb. Az egyik a drágább, a másik az olcsó. Közben ugyanaz van benne. Valamit elfelejtettem. Azt hiszem, meg kell említeni a... Lengyelországban igen divat volt a papírmodellek. Ez egy Kobra. Mérete talán egy 33-as. Hát még sok ilyen volt, de már csak ez maradt meg. Mintén egy lengyel papírmodell, egy B25-ös. A Matyi, ez ott az embléma a papírgépeknek. Lengyel modellező újság. Ebben nem csak makett volt, hanem volt távirányítós, meg hajók, meg rep, mindenféle. És ez a kis lengyel típusfüzet, amit akkoriban 80-as években a lengyel kultúrában lehetett kapni. Ezeket a Il-2-es és Jakukat most újra kiadták, ugyanazt a hibát elkövetve. A legrosszabb még az, hogy a egyszemélyes Il-2-esnek a doboz hátulján az Il-2M3 szárnyát rajzolta oda. Hát ekkora szarvas hibát a mai világban elkövetni.
És itt van ez az új lengyel doboz, szintén a kis kalasz van benne, amit megvettem, hogy 50 év után összerakok egyet megint, azt már lefestettem. Ez az új cég emblémája. Kettő között az a különbség, hogy az óra az tök egyenes. Nem, valószínűleg nem egy gyárba készült. Ez a jó, a régi. Hát nagyjából ennyi a lengyel. Majd folytatjuk. Azt hiszem a következő Szovjetunió lesz. Sziasztok!